Gondos óra program, a térítésmentesen igényelhető jelzőkészülékes szolgáltatás, 65 év felett magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető. Egyre gyakoribbak a tűzifa kereskedelemben történő csalások és visszaélések. Vásárlás előtt érdemes körültekintően megválasztani a beszerzés helyszínét. Figyeljünk a mosgáz veszélyeire. Szellőztetéssel, valamint széndioxid érzékelő felszerelésével elkerülhető, hogy a most erjedése során felszabaduló széndioxid balesetet okozzon. Köszöntöm Önöket! A Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A gondos óra egy innovatív eszköz, amely az idősek biztonságát és jólétét szolgálja. Az egyszerűen használható rendszer célja, hogy a 65 év feletti korosztály tagjai szükség esetén egyetlen gomnyomással jelezni tudják segítségkérésüket, és szakképzett diszpécserek nyújthassanak azt követően a felmerülő problémákra megoldást. A gondos óra program egy Magyarország kormánya által bevezetett, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, amely minden 65 év feletti, magyar állampolgársággal és belföldi lakcímmel rendelkező személy számára elérhető. Célja, hogy a felhasználók egyetlen gomnyomással jelezhessék segítségkérésüket, nem csak vész esetén, hanem bármilyen szükséghelyzetben is, mondta el a gondos óra programért felelős társaság ügyvezetője, dr. Juhász Roland. Egy szóval kellene a programot jellemeznem, akkor az a biztonság. Tehát ezt jelezik vissza a felhasználóink, mi is azt mondjuk, hogy ez a program alapvetően a felhasználónak a biztonságérzetét növeli, sőt, tovább megyek, hogy ugye azok a kontaktszemélyek, akik ugye regisztrálnak a programban, ugye biztonságban tudhatják a saját szeretteiket, tehát ez a legfontosabb része a programnak. A gondos óra mobil alkalmazás segítségével a biztonság és a gondoskodás még hatékonyabbá válik. Az ingyenesen elérhető applikáció mind a felhasználók, mind pedig a kontaktszemélyek számára hozzáférhető. Az alkalmazás lehetővé teszi a gyors és egyszerű ügyintézést, bejelentést, adatmódosítást, valamint azonnali értesítések fogadását. Fontos megjegyezni, hogy annak használatához elengedhetetlen a gondos óra készülék üzembe helyezése is. Ez az applikáció, ez az alkalmazás ugye okostelefonra letölthető, Android, iOS felületen egyaránt. Itt is tudok mondani egy számot, már közelítünk a 40 ezerhez, pedig nagyjából egy hónapja indult el az éles letöltés lehetősége. Miben nyújt többet? Igazából ugyanazokat a funkciókat lehet elérni mobiltelefonon keresztül, amit eddig ugye telefonon vagy a diszpécser központtal kommunikálva lehetett elérni, de értelemszerűen sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb a mobiltelefonon keresztül. Érdemes felkeresni az érintetteknek a gondos óra program hivatalos weboldalát, ahol részletes információkat, gyakorlati tanácsokat találhatnak az érdeklődők. Emellett ingyenesen hívható zöld számot hozott létre a kormány azok számára, akik még nem regisztráltak, és az internet helyett inkább telefonon intéznék a gondos óra igénylését. Nézőink a témával kapcsolatban pedig a szeptember 13-ai álláspontban kaphatnak bővebb tájékoztatást. Hamarosan itt a fűtési szezon. A legtöbben ilyenkor szerzik be a téli tüzelőt. Az utazó árusok körében idén is megjelenhetnek a tűzifával házaló kereskedők, vagy a hamis online hirdetések. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag EUTR azonosítóval rendelkező telephelyről számlaképes eladóktól vásároljanak. A közelgő fűtési szezon megelőzően érdemes alaposan tájékozódni a tűzifa megvásárlása előtt, ugyanis számos esetben történnek visszaélések, online hirdetések és közösségi média felületeken kitett posztok formájában, amelyekben jóval kedvezőbb áron kínálnak tűzelőt. Emelte ki Lapos Tamás, a Nébih EUTR hatóság és nyilvántartási osztályvezetője. Mint elmondta, a napokban telefonos próbavásárlással újabb csalókat sikerült lebuktatni, akik az állami erdőgazdaság nevével próbáltak visszaélni. Felhívtuk a csalók által nem ismert telefonszámról a hirdetőt, előadtuk, hogy szeretnénk vásárolni, ő jelezte, hogy természetesen van fája, de a nagy érdeklődésre való tekintettel, hogy mi is beférjünk a kiszolgálott ügyfelek, elégedett ügyfelek közé, minél előbb fizessünk, és hát megadta a bankszámla számát. Ezt követően mi erre vártunk, mert szerettük volna mindenféleképpen a bankszámla számot megszerezni, hogy közzétegyük, hogy erre senki ne utaljon későbbiekben. Ezt követően az ellenőr felfedte, azonosította magát, és hát azonnal megszakította a hívófél a
a hívást. Ezt követően pedig azon a cikket írtunk és közzétettük. A szakember kitért arra is, hogy a vételezést megelőzően fontos informálódni, hogy az adott telephely rendelkezik-e EUTÉR azonosítóval, amely a jogszerű tevékenység bejegyzését jelöli. Továbbá célszerű a lakóhelyünkhöz közeli és általunk jól ismert üzemből beszerezni a kívánt mennyiséget. Mindig a nagyobb fűtőértékkel bíró, kemény, lombos fafajtákat érdemes választani, azokat is minél szárazabb állapotukban. Minél hamarabb szerezzük be, akkor akár vehetünk még nedves, tehát frissen kitermelt fát. Ha fölhasogatjuk, otthon betároljuk szellős, esővédett helyen, tehát nem kell teljesen zárt helyen, sőt az nem is jó, csak a felülről érkező csapadék ellen legyen védett a tűzifa, járja a szellő, akkor ez egy-másfél év alatt valóban annyira jól kiszárad, hogy az így felhasznált tűzifának az égés teljesítménye ugyanolyan térfogatú súlyú vizes fához képest 30-40%-kal is magasabb, tehát ennyit tudunk spórolni, és ennyivel kevesebb fa kell, hogyha tudunk előre tartalékolni. Amennyiben valaki valótlan adatot talál a tűzifát kínáló felhívások valamelyikében, jelezze azt a hatóságnak, a NIBIC honlapján pedig egy úgynevezett fekete lista is található azok telefonszámának feltüntetésével, akik hamis hirdetést adtak fel a korábbiakban. A szüreti időszakra való tekintettel a musgáz által okozott balesetek megelőzésére hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Egy liter erjedő must ugyanis csak nem 42 liter széndioxidot termel, és mivel az nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént, így rövid idő alatt balesetet okozhat. Fontos tehát a megfelelő óvintézkedések betartása, amelyekről dr. Kis Ádám István, tűzoltó főhadnagy, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője adott bővebb tájékoztatást. Évről évre számos alkalommal riasztják a tűzoltókat mosgázmérgezéses esetekhez, éppen ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a mosgáz veszélyeire hívja fel a lakosság figyelmét. Dr. Kis Ádám István, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, a szőlő levének erjedésekor szintelen és szaktalan gáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly kockázatot jelenthet. Egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termel, amely ugyan önmagában nem mérgező, azonban mivel másfélszer nehezebb a levegőnél, ezért egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Aki ilyen helységekbe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerülhet, amelynek a jellegzetes tünete a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés végül a fulladás követheti. A megfelelő óvintézkedések betartása mellett azonban elkerülhetőek a balesetek. Amint a szakember kitért rá, fontos a pincék rendszere szellőztetése, emellett pedig érdemes az érintett helyiségbe széndioxid érzékelőt is felhelyezni. Ha nincs a pincében széndioxid érzékelő, akkor a hagyományos gyertyás módszer is alkalmazható, annak ellenőrzésére, hogy megfelelő a levegő a pincében. Ilyenkor fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk lángmagasságban magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya lángja kialszik, nincs elég oxigén, veszélyes a pincébe menni. Emellett javasolt a pinceajtóra egy figyelmeztető feliratot is elhelyezni, vigyázz, mustgáz. Illetve a gyertyát és a gyufát minden esetben készítsük a pinceajtóhoz, nehogy megfeledkezzünk a levegő ellenőrzéséről. A széndioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és kérje a tűzoltók segítségét. Rákosmente önkormányzata hosszú évek óta felköszönti a kerület 90, 95 és 100 esztendős polgárait. A napokban Meszlényi Zoltánné ünnepelte 90. születésnapját, amely alkalomból dr. Bakos András alpolgármester és dr. Pilát Károly önkormányzati képviselő tett nála látogatást. A vendégek egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve egy Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevelet és egy csokor virágot adtak át az ünnepeltnek. Engedje meg, hogy sok boldogságot
kívánjak önnek. Köszönöm. És igazán nagy tisztelettel köszöntsem 90. születésnapját. Egy csokor virággal és egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve egy Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevéllel köszöntötte dr. Bakos András alpolgármester és dr. Pilát Károly önkormányzati képviselő Meszlényi Zoltánnét 90. születésnapján. Marika néni 1934. szeptember 2-án született Budapesten, szüleivel és 6 testvérével Rákos Csabán éltek. Férjével a 70-es évek elején kezdték el építeni az otthonukat, amelyben a szépkorú hölgy jelenleg is lakik. Párjának korai halálát követően több területen is vállalt munkát. Dolgozott a vegyi művekben és a TS-ben is, ugyanakkor gazdálkodással és takarítással is foglalkozott. Amint azt az ünnepelt elmondta, keresetét gyakran fordította utazásokra, repülővel pedig bejárta a világot. Amikor már kifizettem az adósságomat, akkor meg azért mentem dolgozni, mert én meg nagyon szerettem menni, mindig nyaralni külföldre. Az volt mindig a jutalmam, hogy a 2 hét minden. De hát én a világot bejártam. Afrikától kezdve a Kanári-szigettől a Németországba, a 34. emeleten laktam, 37-en volt a forgóna, ott volt az ebéd, minden felé. Németországban nem tudom, hogy hányszor voltam, Lengyelországban, akkor a franciáknál 4-szer voltam, akkor Portugáliában. Marika néni fiatalon gyakran motorozott, később pedig autót is vezetett. Jogosítványát azonban 87 éves korában már nem hosszabbították meg. Meglátása szerint a hosszú élet eléréséhez elengedhetetlen, hogy az ember ne csak kérjen, hanem adjon is, és az is fontos, hogy mindig találjunk magunknak valamilyen elfoglaltságot. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. 17. alkalommal került megrendezésre Rákosmente önkormányzatának támogatásával az 525 Káp utcai kosárlabda fesztivál a 17. kerületben. A rendezvényen csapatbajnokság, zsákolóverseny, jó hangulatú mérkőzés és főzőverseny várta az érdeklődőket. A résztvevőket dr. Füzesi Péter alpolgármester, a rendezvény állandó szervezője M. Tóth Katalin önkormányzati képviselő és Deregán Gábor, a MOB Fairplay bizottságának főtitkára is köszöntötte. A sporteseményen Horváth Tamás polgármester egyaránt jelen volt. Idén 17. alkalommal rendezték meg az 525 Cup Streetball Fesztivált Akadémia Újtelepen. Az eseményen dr. Füzesi Péter, Rákosmente alpolgármestere üdvözölte a résztvevőket. Megnyitó beszédében elmondta, hogy a városvezetés jelentős figyelmet fordít a 17. kerületi sportegyesületek támogatására, mivel kiemelten fontos számukra a fiatalok rendszeres mozgástevékenységre való ösztönzése. Ez a 2024-es év nagyon nagy siker az 525 Cup életében, és itt megemlítettük M. Tóth Katalin képviselőasszony, Tóth Ádámot főszereplőt, de ha ti nem lennétek ennyire fair play barát játékosok, akkor ezek az eredmények nem lehettek volna. Én köszönöm, hogy itt vagytok, és Rákosmente sport életét öregbítitek. Az önkormányzat ugye a legnagyobb zöld terület rendelkező önkormányzat egész Budapesten, tehát adott az, hogy mi a szabadidős sportot, az utánpótlás sportot támogassuk. 2024. júniusában a Magyar Olimpiai Bizottság Fairplay díjjal jutalmazta az 525 Cup szervezőit, elismerve ezzel a rendezvény példamutató közösségi jellegű és sportértékeit. Ahogyan az Deregán Gábor beszédében kiemelte, a 17. kerület nagy hagyományokra visszatekintő kosárlabda fesztiválja nem csupán egy szabadidő sporteseménynek számít, hanem egyúttal a sport tisztaságának, valamint az etikus versenyzésnek is a szimbóluma. Gratulálok ugye a Magyar Olimpiai Bizottság nevében, hogy ezt a díjat, vagy ezt a versenyt, bocsánat, egy fair play díjjal tudtuk díjazni. Én azt gondolom, hogy megérdemlik a szervezők. És mindenképpen kitartást kívánok nekik a jövőre, hogy ez a kupa ugyanígy folytatódjon. A program állandó támogatója és szervezője M. Tóth Katalin önkormányzati képviselő rámutatott, hogy a helyhatóság támogatása nélkül az esemény nem valósulhatott volna meg,
hiszen a Fair Play abban is megnyilvánul, hogy a programokon való részvétel térítésmentes, amit pedig a városvezetés tesz lehetővé esztendőről esztendőre. A rendezvényt valóban nagyon régóta rendezzük, nagyon sok szervezéssel, izgalommal jár, de én azt gondolom, hogy anyagi háttér támogatás nélkül semmi nem jöhet létre. Éppen ahogy a Deregán Gábor úr mondta, nagyon fontos, hogy fair play módon rendezzünk egy rendezvényt. Mi azt gondoltuk, hogy a mi fair play működésünkhöz hozzátartozik az, hogy ez a nap ingyenesen történjen. Tóth Ádám a rendezvény főszervezője háláját fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az 525 Cup nagy népszerűségnek örvend, és már több környező országból is érkeznek válogatottak, hogy a kosárlabda pályán megmérettessék magukat. Legalább így a 60-70%-a egy baráti kör, de azért, mert az évek alatt alakult ez ki, nem azért, mert előtte már gyerekkorunktól kezdve mindenki ismerte egymást, de az a durva, hogy most már ugye külföldre is elért a nevünk, úgyhogy pár évvel ezelőtt szlovén válogatottak is jöttek ide játszani, úgyhogy most már Ausztriában is hallottak rólunk, úgyhogy ez nekem hatalmas öröm. A fesztivált az ország harmadik legnépszerűbb szabadidős sporteseményének választották. Ez a siker annak köszönhető, hogy a rendezvény évről évre egyre több résztvevőt vonz, és nem csupán a testmozgás, hanem a közösségi élmények megélése, illetve a baráti kapcsolatok ápolása is fontos szerepet játszik a szervezésben. Utalt rá Horváth Tamás Rákosmente polgármestere, aki szintén tiszteletét tette az eseményen. Hát én úgy gondolom, hogy egyik titka az a közösségépítés, hiszen itt teljesen amatőr csapatok jönnek össze, kvázi a buli kedvéért, de azért a sportban mindig benne van a küzdelem is, tehát azért a buli az nem annyira buli, mert azért mindenki eredményt akar elérni, és ez így van jól, így van rendjén, hiszen a sport számos esetben megtanít a küzdelemre, így azért küzdünk, hogy nyerjünk. A nagyszabású eseményt az ideihez hasonló látvány és programelemekkel jövőre is megtartják majd a szervezők. A 2024-es Streetball Fesztiválról nézőink a szeptember 16-ai Fitmixben láthatnak bővebb beszámolót. Szeptember 8-án kezdődött meg a Jazzpresso programsorozat őszi évada a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A szezont az Orbai Lilla Quintet fellépése nyitotta meg. A fiatalos formáció repertoárjának jelentős részét a 2023. decemberében megjelent kislemezük dalai alkotják, melyek formájuk és felépítésük tekintetében többnyire a 70-es évek dallamközpontúságát hozzák. Az Orbai Lilla Quintet fellépése nyitotta meg a Jazzpresso program sorozat őszi évadát a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A zenekar vezetője, a fiatal jazz generáció egyik legkiemelkedőbb egyénisége, aki muzikalitását nem csak énekesnőként, hanem zongoristaként is megcsillogtatja a színpadon. Amint azt Orbai Lilla elmondta, a repertoáriukat főként a 2023. decemberében megjelent első kislemezők dalai alkotják, a szerzeményeket pedig főként saját élmények, tapasztalatok ihlették. Egy sajátos atmoszférát szeretnénk teremteni, aminek a közönség is része, és a szövegekben gyakran vannak természeti képek, vagy természeti vonatkoztatások, vagy a legtöbbször ugye természetesen saját tapasztalataimból születtek a szövegek is, és a saját meglátásaim, és a saját mondani valómból. Például az egyik szám arról szól, hogy amikor ráhatároztam, hogy oké, akkor most elengedem a negatív energiákat az életemből, és sokszor ezeket örökítem meg így a dalszövegekben. Barakonyi Bruno az öttagú formáció nagybőgőseként működik közre. Elmondása szerint annak ellenére, hogy ő csatlakozott utolsóként a csapathoz, a közös együttműködések nyomán nagyon hamar sikerült beilleszkednie és azonosulnia azzal a sajátos zenei világgal, amit a zenekar tagjai képviselnek a fellépéseken.
Igazából Lilával már egy ilyen 4 éve dolgozunk, és alapvetően nem is jazz gyökerű projektben, hanem progresszív rock zenét játszottunk először, illetve volt egy duó projektünk, ami tulajdonképpen már a Quintetnek a számai voltak, csak akkor még az Orbán György volt a bőgősük, és aztán kerültem be én a zenekarba. Már úgy, hogy ezt a műsort egyébként ismertem meg a Lilával több, sőt nem is egy, hanem jazz, klasszikus jazz, de több projektből is ismertük már egymást. Gyárfás István gitárművész, a Jazzpresso házigazdája kiemelte, az idei műsort úgy próbálták összeállítani, hogy egy-egy ilyen alkalommal a Bartók Béla Alafokú Művészeti Iskola ifjú növendékeinek is lehetőséget biztosítsanak a közönség előtti bemutatkozásra. Egyre több növendék, tanítvány, szülei, barátok, rokonok jelennek meg a nézőtéren, illetve, mint ahogy most már ez is többször előfordult, hogy az ifjúsági jazzzenekar, vagy akár a gitár, jazzgitár kamarazenekar is megjelenik, illetve bemutatkozik pár dal erejéig. Nos, ezt a hagyományt szeretnénk még jobban feldúsítani, és most több rendezvényre kitűztük, hogy úgy a Dobosok Farsangja, úgy a gitár, őrület, sőt a Big Band party, ami majd májusban lesz, ezeken is meg fog jelenni több növendék, vagy több tanár is, aki a jazz tanszakon tanít, és hát előadó művészként jeleskedik a magyar jazz színpadokon. A Jazzpresso program sorozat október 13-án folytatódik, amikor a Zádor trió fellépésével várják a szervezők a műfaj kedvelőit a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik holnapunkon a rakosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!